szerintem nagyobb. Hátra, nyugodt, igen, derék, megtámaszt, igen, és akkor így. A szakemberek a vérnyomás mérési kampánnyal az emberek figyelmét szeretnék felhívni a betegségek megelőzésére és az egészséges életmódra. Májusban kezdődött a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház szervezésében ez a kampány, itt Vármegyékben és településünkön Szekszárdon is, de ebben az évben én azt gondolom örvendetes módon ez meghosszabbodott, és egészen július végéig, most 3 hónapig tart ez a szakasz, melynek ma igazából az utolsó állomásához, a polgármesteri hivatalba való vérnyomásmérési akcióhoz érkeztünk. A kórház munkatársai a kampány keretében az elmúlt hónapokban számos helyszínen végeztek vérnyomásmérést. A szekszárdi polgármesteri hivatal dolgozói közül ehhez több mint 40-en csatlakoztak. Én azt gondolom, egy polgármesternek is kötelessége nem csak ennek a feladatnak a fontosságára felhívni a figyelmet, hanem részt is venni, úgyhogy a polgármester úr, a jegyzőasszonnyal közösen mi is természetesen örömmel és szívesen részt veszünk egy vérnyomásmérésben. Mint a polgármester fogalmazott, az egészségünkért mi saját magunk is felelősek vagyunk, ha ezért tudatosan teszünk, akkor sok betegséget megelőzhetünk. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere szerint fontos lenne, hogy ne csak vérnyomásmérésen, hanem egyéb szűrővizsgálatokon is minél többen részt vegyenek. Nekem az a meglátásom, és sajnos személyes tapasztalatom, hogy ha időbe megy az ember, akkor sokkal kevesebb költséggel, sokkal nagyobb eséllyel és nagyobb biztonsággal tudják ezeket a dolgokat kezelni. Általános jelenség, hogy elhanyagolják magukat az emberek, elhanyagolja magát a társadalom. Az alpolgármester a nemrég történt szívleállása miatt is komolyan veszi a szűrővizsgálatokat. Hozzátette, előrelépést jelentene, ha ezek kötelezőek lennének. Mint mondta, akkor rövidebbek lennének a várólisták, egyszerű kezelésekkel meg lehetne oldani az embereknél jelentkező betegségeket.